Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, Székesfehérvár megyei jogúváros önkormányzata, a Fejér megyei önkormányzat és a Székesfehérvári püspökség közös ünnepségén, itt a Nemzeti Emlékhelyen Szent István király és Szent Imre herceg sírjánál. Ünnepségünk kezdetén kérem, énekeljük el közösen a himnuszt a székesfehérvári helyőrségi zenekar kíséretével, Ruf Tamás karnagyúr vezetésével. Most tisztelettel felkérem Székesfehérvár polgármesterét, dr. Cserpalkovics András urat ünnepi beszédének megtartására. Az emlékezet csak kép, csak tükrözés. Nekünk a fakadó, halhatatlan forrás kell, a mélység friss, üde élete. Prohászka Ottokár megyéspüspök gondolatával köszöntöm Önöket fogadalmi szentmisénk után, nemzetünk történelmi bölcsőjének szakrális helyén, itt a Nemzeti Emlékhelyen. Főtisztelendő püspök úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak, kedves meghívott vendégek, kedves érdeklődők, kedves ünneplő közönség, székesfehérváriak. Engedjék meg, hogy először is megköszönjem megyéspüspök úrnak, hogy ebben a sok tekintetben rendhagyó és embert próbáló évben is méltó módon tisztelekhetünk elődeink előtt, ápoljuk nemzetünk egyik legfontosabb hagyományát, és ezen a szent helyen újíthatjuk meg fogadalmunkat. Köszönöm azt is, hogy ezzel lehetővé tette számunkra, hogy az arra legméltóbb körülmények között és helyen nyithassuk meg az idei királyi napok rendezvénysorozatot. Tudjuk, hogy minden évben ez a városunk egyik legfontosabb ünnepi időszaka. Mi is a célunk évről évre? Engedjék meg, hogy Csitárigi Emil polgármester úr megfogalmazásában idézzek tőle egy gondolatot. Mélységes, el nem múló hálánk mellett kifejezésre juttatjuk erős fogadalmunkat is, hogy városalapító nagy királyunknak vezélő csillagunkat elhomályosulni többé nem engedjük, és tanításához, szelleméhez mindörökké hűek leszünk. Amint ő, mi is boldogan magunkénak valljuk a keresztet, Isten országának gyönyörű jelét, a testvéri szeretet és szociális igazság szent szimbólumát. Büszkén őrizzük és ápoljuk múltunk emlékeit, mert tradícióinkon kívánjuk felépíteni a jövőt. Székesfehérvár, az egykori főváros, a Szent Istváni Birodalom szíve, az egybetartozandóság, a sorsközösség érzésével küldi feléjük az Isten igazság győzelméhez, mint örök reményforráshoz tapadó testvéri szeretetét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Embert és közösséget próbáló időszakot élünk. Egy láthatatlan és igen kicsi ellenség egy vírus pillanatok alatt változtatta meg életünk oly biztosnak tűnő kereteit, lökött ki bennünket komfortzónánkból. A sokszor túl magabiztos, szinte már nagyképű 21. századi ember megint megtanulja vajon, hogy esendő, hogy igenis szüksége van kapaszkodókra élete során. A legfontosabb kapaszkodó pedig éppen, amit szinte már kidobna az úgynevezett modern világ, a hit. Na de hittünk-e mi hívő emberek ezekben a hónapokban? Éreztük-e úgy, hogy a gondviselés lehetőséget is adhatott nekünk ezzel a mostani próbatétellel? Egyénként és közösségenként egyaránt. Csak féltünk a bizonytalantól, vagy éppen ez a helyzet erősítette meg a hitünket? Hol lehet ráadásul a hit kézzel foghatóbb, hanem éppen ebben a történelmi városban? Megint Csitári polgármester urat idézve, mi azon megszentelt földön élünk, amelyen nemzeti sorsunk minden öröme és megpróbáltatása elsősorban átviharzott, ahol nagy és szent királyok elporló csontja, magyar és keresztény hősök tengernyi vére, küzdő, szenvedő és annyiszor újból mindent előről kezdő emberek verejtéke és könnye adja a föld himnuszát. Mikor tavaszi napokon megnéztem irodám falán Pekár István csodálatos goblenjét, rajta egyébként a Szűz Mária oltalmába történő felajánlás jelenetével is, és elgondolkodtam a mostani kihívásokon, vagy éppen kinéztem a Városháza ablakán a belvárosunkra, ami maga a kihaltsága mellett is azt sugallta számomra, hogy na de ez a város ennél sokkal nehezebb próbatételek után is itt áll. Mi pedig a polgárai lehetünk. A jövőjéről gondolkodhatunk, azért pedig a mában tehetünk. A magyar szentcsalád élete története, Székesfehérvár, mind a Szentkirály városának története, és maga a felajánlás hitünk szerinti lényege éppen azt sugallja számunkra, hogy nekünk az a bizonyos forrás kell. Tisztelt ünneplő fehérváriak! Ha pedig nekünk a forrás kell, akkor persze fontosnak látszódhatnak az új tudományos eredmények, a csontok kutatása is, de nem fontosabb például ennek a helynek a méltó kezelése és kialakítása annyi évszázad után végre. És még ennél is nem fontosabb az, amit magunkban, közösségeinkben élünk meg a hitünkről, a kereszténység nélkül elképzelhetetlen történelmi múltunkról, a jelen és a jövő kihívásairól, amelyek megértéséhez és a helyes cselekvés képességéhez pedig ismételten és még sokszor kérjük a gondviselés hitünket megszilárdító erejét. Igen, a mostani helyzetben egy kicsit más, kicsit rövidebb és szerényebb a Királyi Napok rendezvénysorozata is. Lássuk azonban ebben meg a lehetőséget, egy bensőségesebb, igaz csendesebb, de hitben és lelki tartalomban talán erősebb ünnep lehetőségére. A kevésbé fontos és az igazán fontos elválasztásának képességére. Ebben a szellemben nyitom meg az idei Királyi Napok rendezvénysorozatot, és kívánok mindenkinek méltó és hitben megerősítő ünnepi napokat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Ottan születik Esztergom várában. Felneveltetett keresztény vallásban. Adalbert püspök ő tudományában, tanításában. Királyi pálcát, hogy kezébe vegyi, keresztény hitet terjeszteni kezdi, a pogányságot országból kiűzi, Szent István király. Sok templomokat és püspökségeket Magyarországon alapít helyeket, kikben szüntelen az Isten dicsérték és hirdették. Most tisztelettel felkérem Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök urat,
vonuljon Szent Imre herceg sírjához, és imádkozz el felajánló imádságunkat városunkért, egyházunkért és hazánkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges anyja, magyarok nagyasszonya, szentséges Szűz Mária. Emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked felajánlott. Tekints kegyes szemmel országodra, légy szószólónk és közben járunk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink, és minden ínségükből kiszabadultak. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom indít, hogy oltalmadban keressünk menedéket mi, a te néped és örökséged. Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól országunkat és városunkat. Hazánk főpásztorainak nyerj isteni segítő kegyelmet küldetésük teljesítéséhez, híveidnek pedig az élő hit cselekedeteiben és gyümölcseiben buzgó szívet. Könyörgünk, nagyasszonyunk, magyar hazánkért, és városunk vezetőiért, hogy a Szentlélek ajándékai által megvilágosítva védelmezzék az igazat, a közjó előmozdításán őszinte igyekezettel fáradozzanak. Könyörgünk, nagyasszonyunk, egész nemzetünkért. Vezest kegyességeddel, tartsd meg isteni szeretetedben és félelemben. Nyerj a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak állatatosságot, a fiataloknak tisztaságot, a házastársaknak hűséget, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vigasztalást, a megholt híveknek pedig örök nyugodalmat. Légy minden ügyünkben szószólónk Szent Fiadnál, hogy az ő akarata szerint rendezzük életünket. Fogadd kegyesen kérésünket, hogy közben járásoddal megsegítve a jelen élet küzdelmei után az örökké való boldogságra eljussunk. Krisztus Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az imádság után közös koszorút helyeznek el Szent Imre herceg sírjánál közéletünk vezetői, dr. Molnár Krisztián elnök úr, dr. Cserpalkovics András polgármester úr, Tesseli Zoltán és Törő Gábor országgyűlési képviselő urak, majd püspök atya meggyújtja a Szent Imre sírjánál azt az emlékmécsest, amely tiszteletünket, imádságunkat kifejezi.
Megkérem közéletünk vezetőit, most koszorozzák meg püspök atyával együtt Szent István király sírját, püspök urat pedig arra kérem, hogy itt is gyújtsa meg emlékezésünk gyertyáját. Kérem a tisztelt jelenlévőket, hogy a zenekar vezetésével énekeljük el régi nemzeti himnuszunk, a Boldogasszony anyán kezdetű ének első verszakát, majd körmenetben kísérjük vissza a Magyar Szent Család erekjéit a Szent Imre templomhoz.